Megtartotta a júniusi ülését a Bátaszéki képviselőtestület. Ez alkalommal 29 napi rendi pontot tárgyaltak a jelenlévők. Többek között az önkormányzati hivatal 2021-es pénzügyi elszámolását is elfogadták. A városi köztemető témája is napirenden volt, itt lakossági felvetések figyelembevételével. Olyan fejlesztési elképzelésekről döntöttünk, hogy hogyan tudjuk modernizálni a temetőkapuknak a nyitását, zárását, hogyan tudjuk megoldani, hogy nagyobb ünnepek kapcsán a temető területére gépjárművel is be lehessen közlekedni. Magát a fejlesztési tervet a képviselőtestület elfogadta, azzal a kitétellel, hogy a költségek hozzárendelését az egyedi árajánlatok beérkezése után fogja meghatározni. 2022 második fél évére egy újabb keretet nyit a bátaszéki civil szervezetek részére. Ennek az összege 2 millió 750 ezer forint lesz. A pályázati felhívást néhány napon belül közzé fogjuk tenni, és a civil szervezeteknek újra lehetőségük lesz arra, hogy a működésükhez szükséges forrásokra pályázatot nyújtsanak be Bátaszékváros önkormányzatához. Augusztusban el is fogjuk bírálni, és a döntésnek megfelelően a támogatást is biztosítjuk a civil szervezeteknek. Döntöttünk arról is, hogy a felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, annak meghirdetéséhez újabb 2 millió forintos keretösszeget rendel hozzá a képviselőtestület, így a főiskolai egyetemi hallgatóink az év második felében, azaz a 22-23-as tanév első fél évére benyújthatnak majd pályázatot, és hát reméljük minél többen igénybe tudják venni azt a támogatást, amit önkormányzatunk nyújt majd számukra. A május végén érkező jégeső nagy pusztítást végzett a városban. Nem csak a termésekben, de a lakóingatlanokban is nagy károk keletkeztek. Ezért felhívást tett közé az önkormányzat, hogy anyagi segítséget nyújtson azoknak a károsultaknak, akik nem rendelkeznek lakásbiztosítással. Erre több mint 25-en jelentkeztek is. A képviselőtestület végül is úgy döntött, hogy mintegy 1 millió 70 ezer forintnyi támogatást oszt szét az érintettek részére, melyek közül lesznek olyanok, akik a kárukat teljes mértékben téríti az önkormányzat támogatás formájában. Itt is elsősorban az anyagi és szociális rászorultságot vettük figyelembe, és lesznek olyanok gyakorlatilag, akik a káruk 50%-ának megtérítésére kaphatnak lehetőséget az önkormányzattól. Itt is szeretnék mondani, hogy az önkormányzat lehetőségei végesek, és ezért végül is úgy döntött a képviselőtestület, hogy ez volt az utolsó alkalom, amikor ilyen mértékben helyt tudunk állni ilyen káresemények kapcsán. Itt is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy próbáljanak lehetőségeink szerint öngondoskodás módon az épületeikre vagyonbiztosítást kötni, mert az elkövetkező időszakban egyre többször várható ilyen rendkívüli időjárási körülmény. Viszont annyiban próbálunk segítséget nyújtani, hogy fel fogjuk venni a kapcsolatot a biztosító társaságokkal. Próbálunk egy olyan biztosítási csomagot létrehozni, ami szociális alapon vehető igénybe azon családok részére, akiknek valóban a mindennapjaikat nehezíteni meg a biztosítás díjának fedezése. Néhány térítési díj tekintetében azonban emelésről kellett döntenie a testületnek. Többször szóba került már, hogy az élelmiszer beszerzési árak jelentősen megemelkedtek, de eddig a koronavírus járvány miatt nem volt lehetőség hozzáigazítani a szolgáltatás árait. Van olyan élelmiszerbeszerzési költség, ami 100%-ban növekedett január 1-jéhez képest, és ezek természetesen költségnövelő tényezők. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy augusztus 1-től drasztikusan a norma számítások alapján van, ahol 30-40-50%-kal nőnek majd a térítési díjak. De ezek természetesen, ahogy említettem, sajnos a beszerzési árakhoz igazodóan kell, hogy megtörténjenek. Viszont arra is döntött a képviselőtestület, hogy szociális alapon az általános iskolában tanuló gyermekek számára mintegy 25%-os díjkedvezményt kíván majd bevezetni ugyanettől a naptól. Ez a térítési díjemelés, ez sajnos érinteni fogja a szociális étkeztetésben lévő időseinket is. Ott annyival vagyunk egy kicsivel jobb helyzetben, hogy ott a nyugdíjakhoz kapcsolódóan személyes térítési díj megállapítására van lehetőség, tehát ott a kedvezmények automatikusan tudnak majd járni. A dolinai harang elhelyezéséről is döntöttek. A néhány hete megtalált tárgyat az egyházzal való egyeztetés után a Romkertben egy haranglábra helyezik el. 2022
téli fűtési szezonjára már most megkezdjük a felkészülést. Azaz a képviselőtestület mintegy 1,3 millió forintos keretösszeget határozott meg annak érdekében, hogy az önkormányzat be tudja szerezni a szociális tűzifát. Ez mintegy 35 köbméternyi erdészeti köbméter fát fog jelenteni. Ezt napokon belül megvásároljuk, beszállítjuk a Bátkomnak a telephelyére, és a Szociális Bizottság döntése alapján majd 22. októberétől, amikor elkezdődnek a tűzifa támogatásoknak a megítélései, akkor tudjuk a város polgárai számára biztosítani ezt az összeget. A képviselőtestület az egyedi kormánydöntés alapján a városnak megítélt támogatások felosztásáról is döntött. Bizonyára sokan emlékeznek, hogy horvát képviselő úr közbenjárására 103 millió forint támogatásban részesült Bátaszékváros önkormányzata. A Kövesdi bekötő út, a számvevőségi épület homlokzat felújítása, illetve a Patak utcán egy játszótér megépítésére kiválasztottuk a kivitelezőt. Reményeink szerint rövid időn belül a vállalkozási szerződések aláírása is meg fog tudni történni, és úgy prognosztizáltuk, illetve a közbeszerzésben is ezt jelöltük meg, hogy augusztus 31-éig ezeknek a beruházásoknak el kellene készülnie. Hát igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy valóban minél hamarabb egyrészt a kövesdiek a bekötő utat át tudják venni, és meg tudjunk szépülni a számvevőségi épületnek a homlokzata, illetve még a gyerekek talán még a nyáron, de legkésőbb kora ősszel igénybe tudják venni a Patak utcai játszóteret.